Már hétfő délelőtt ismerkedtek a szombathelyi egyházmegyei Karitász klubjába járó idősek Tóth Árpád Ferenc verseivel, hogy meglepjék a szerzőt. A keddi előadás és beszélgetés közben saját költeményeit olvasták fel. A klubtagok a verseket hallgatva vállalták, hogy egy-egy nekik szóló verset begyakorolnak arra, hogy a mai nap a költőt megrendeztetve, meg a költészet napjáról megemlékezve felolvassák. Jégül a fákon, fagydal a cseng, cseng van a földön, s csend oda fent. Hó puha réten, roppan az ág, büszke a gancsos fagymuzsikát. A költő meghatottan hallgatta saját boldogságról, emlékekről, hazaszeretetről, hitről szóló verseit. Fantasztikus közösség, aki engem meghívott most itt a Szent Anna otthonban. Visszahallgatni a saját versenyemet, tehát ez a legnagyszerűbb dolog. Hát mi más célja lehet annak, hogy ha valaki ír, hogy azok eljussanak azok a sorok azokhoz, akiknek szánom, és itt pedig olyan kitűnő versmondók tolmásolásában hallhattam vissza, hogy én hát uralkodnom kellett magamon, mert én magam is elérzékenyültem, fantasztikus előadás volt. A szerző maga is előadta műveit. Némelyik költeményt gitárjátékkal kísérte. Te vagy a cseng, te vagy minden, szivárványos féltekincsem, tőled ziszen az ősz havar, téged mozog, szivatal. Más, szintén Vasvár megyei származású költők verseit is felelevenítették a rendezvényen, majd Tóth Árpád Ferenc gyermekverseiről folytatódott a beszélgetés.